Szép estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Mai vendégem Juhász László, a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület önkormányzati képviselője, de most egy olyan minőségében, amelyre április 7-én kerül sor, immáron harmadjára rendezik meg a Szent István Művelődési Házban a Székelybát, a Kárpátleni Magyarság ünnepét, és hát ennek az eseménynek Juhász László az atya, a megálmodója, az ötletgazdája, akik a kollégáival munkatársaival együtt nyilván végigvitték ezt a folyamatot. Szervusz, tisztelte, köszöntelek. Szép kérdek, Beszéljünk az előzményekről. Ez egy rendhagyó rendezvény, és azt gondolom, hogy hiteles történet. Igen, hát maga az előzmény, ugye, hogy jó magam a bár felmenőim rokonom semmi nem köt ilyen értelemben sem Erdélyhez, sem Székelyföldhöz, de 15 évvel, 20 évvel ezelőtt elkezdtem ugye kifele járni, és úgy magával ragadott az a hangulat, és hát egyre erősebb lett. Először csak egy évben egyszer mentem ki, aztán kétszer, az háromszor, és most már annyi kapcsolat, annyi konkrétum, annyi esemény köt oda, amire szinte azt mondom kötelező, hogy menjek is, hogy, hogy fölgyorsultak ezek a folyamatok, és ennek apropóján jött egyszer ez a gondolat, hogy egy picit valahol ebből ezt a fanatizmust, ami talán mondhatnám így bennem van, a külhoni teljes külhoni magyarság tekintetében, nem csak Székelyföld és Erdély tekintetében, ezt valahogy szélesebb körbe hogyan lehetne uh, még pluszba uh, uh, reklámozni, fölhívni a figyelmet a határon túli magyarok sorsára. Szerencsére egy székes félvel különböző szervezetek, vagy egyházak, vagy más szervezetek is, akár a hatántúli túli irodalom hetével, vagy egyéb ilyesményekkel, azért Fehérváron így is elég jól odafigyeltek sokan eddig is a, a külhoni magyarságra. Azt gondolom, hogy hogy én még csak egy plusz elemként ezt a, a bát behoztam, ami viszont annyira jól sikerült, hogy a, az első évre még nem így mondanám, de ami tavaly, vagy amit most már tudjuk, hogy idén meg fog valósulni. Abba a tekintetben biztos vagyok benne, hogy hogy az országon, a országon belül a budapestivel egyenértékű, fajsúlyú, minőségű bált sikerült létrehoznunk. Szerencsére sok kisebb-nagyobb településeken rendeznek hasonló jellegű székely bált, vagy más névvel, de erre a célra De magában a létszámát tekintve és a minőségét, a programját műsorát tekintve a Pest és a Székesfejvel milyen az, ami kiemelkedik az országos mezőnyből. Ja, természetesen ott voltunk mi magunk is az elsőn és a másodikon is, és ezt meg Erősíthetem, hogy ez egy nagyon fontos mindenféle értelemben. Nem véletlenül a mellék cím, hogy a Kárpát-medencei Magyarság ünnepe. És bár Székej hívjuk, ezen jótékonysági rendezvény az Összkárpát-medencét segíti bizonyos értelemben, ahogy az idén is. Jellemző módon, ugye beszélünk talán a védnökökről először, hiszen rangos védnökei vannak. Tehát Székesfehérvár, amikor arról beszéltél, hogy felkarolt ezt a rendezvényt, ez a védnökökön is látszik. Igen, és ezúttal meg is köszönöm, és nagyon örülök a, annak, hogy elfogadta a fődnöki felkérésemet Varga Tamás miniszterhelyettes úr, Székesfehér országgyűlési képviselője, hiszen az eseményünknek ez egy rangot ad, hogy a, egy miniszterhelyettes és a város országgyűlési parlamenti képviselő a bán mellé áll. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon sokat számít nekünk is lelkileg, és tényleg köszönöm, hogy fölkarolja a rendezvény. És nagyon fontos égköve az is, hogy polgármester úr Cserpakói Csandrás és a védnöki szerepet elvállalta, hiszen a város eddig is kifejezte nagyon sok módon azt, hogy a határon túli magyarok ügyébe elkötelezett, de azt gondolom, hogy, hogy a bál mellé állt, ez mindenképp segít mi munkánkat is a szervezésbe, és külön köszönöm mindenképp nekik. De ha már itt tartunk, akkor a napi munkába, vagy a bál előkészületébe, vagy az az hiszen itt a tavalyi miatt majd talán van is idő egy kicsit arról beszélni, hogy mi történt a tavalyi támogatással. De Lajosné és Zsuzsa határon túli kapcsolatoknak a tanácsnoka is nagyon jó munkapartnerem, hiszen nagyon jó kapcsolat vagyunk, és, és nagyon jól együtt tudunk dolgozni egy közös cél érdekében. Ez egy misszió, egy kihívás, amire a válasz remek választ adott, mondom én. És ha már itt tartunk, mielőtt az idei programról beszélünk, ugye Fontos, hogy a jótékos rendezvény kedvezményezettjei mit kezdhetnek azzal az összeggel, amit a bál szervezői átutalnak utána. Igen, köszönöm a kérdést, mert ez a nagyon fontos, hiszen a maga a bál azon a nevében benne van, tehát a teljes elszakított magyarságról beszélünk, és nem csak a székességről. Nagyon fontos az is, hogy jótékonysági jellegű, és az összes utolsó fordító az összes nyerességet arra fordítjuk, hogy a kedvezményezetteknek a javára tudjuk át eljutatni. Egy picit visszakötök akár a tavalyira, hiszen arról még nem is volt olyan érdemben lehetőségem beszélni, hogy mi történt a tavalyival. Gyakorlatilag a tavalyi támogatás több mint másfél millió forint volt, ami három kedvezményezett fele, tavaly is három idén is három fele ment szét, és abból gyakorlatilag már kettő meg is valósult. Az egyik az, ami tavaly is volt, és idén is, és egy nagyon fontos elvékérdés kérdés volt nálam, amikor a bát, hogy mind a fellépők tekintetében, mind pedig a kedvezményezettek tekintetében legyen székes kapcsolata kapcsolat a kapocs is a bálnak, ne csak a határon túli fellépők jöjjenek, és ne csak a Balatonfüreden menjen a támogatásból, és a tavalyi Fehérvári, ugye a Szent Imre iskolaház gyermeke javára fordítódott, őket egy gyönyörű eseményre az Ezerszékei Lány napjára Csíksomjóra tudtuk kiküldeni, minő érdekesség véletlen, hogy a Székesfehér testvervárosában van a, a Csíkszeredához tartozik Csíksomjó, és gyakorlatilag a, Szent István városában, Szent István otthonba kaptak ők szállást és baráti fogadtatást, és a gyerekek csodálatos napokat töltöttek Székelyföldön. Szintén Dák Zsuzsába pontot tartózkodtunk azokban a napokban Székelyföldön egy másik úton, és találkoztunk is a gyerekekkel, ők voltak a gyilkoston az ezeréves határnál Szent Tanatón, Kaposvárnál, a tehát Túrivárba, tehát azon nagyon-nagyon tartalmas napokat éltek át, és még egy érdekessége volt a, annak a gyerekek túrájának, hogy a másik kedvezményezett, az a Szentegyházi Hoffehérke óvoda volt, ahol decemberben felszerelésre került a részükre jutatott félmillió forintból a kazán, tehát most decemberben egy, egy másfél hónapja üzemeltették be, tehát ez is működik, megkaptuk a köszönő levelet erről, hogy megtörtént a, a beruházás. És ami a kettő érdekessége volt, hogy Szent és Csíkszered, ahova mentek a gyerekek, 25 kilométerre van egymástól, és a Madarasi Hargitára Szent keresztül szentegyháziakkal tudtak fölmenni a gyerekek a hegyre, és a szentegyházi polgármester itt járt a, a, a tavaly, és a polgármester, a Szent Egyházi polgármester úr hívta meg egy étkezésre a gyerekeket, amikor lejöttek a hegyről. Tehát ilyen szépen össze tudtuk kapcsolni a, a két kedvezményezetnek a, 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 dolgait, és ez számomra külön öröm volt tényleg, hogy ilyen szépen össze Ez össze mindenképpen felejthetetlen, és természetesen volt egy kárpátalja kedvezményezet. Igen, az és az a évben kárpátalja is. volt a, a Abba a tekintetben a ló, hogy ott személyes kapcsolatunk előtte még nem volt, viszont azt éreztük, hogy jelenleg ugye az egyik legsanyagatott helyzetben azt gondolom, hogy a kárpátai magyarság van, sajnos az elmúlt napok történetése is ezt mutatják, és mindenképp szerettük volna, hogy egy kárpátai cél is belekerüljön már tavaly is, és különböző kapcsolati államunkon keresztül a Guti, Hoferke, a Guti az a óvodának a javára ittünk több mint 300 forintot, és személyesen adtuk át Derknér Igen, ebbe hat kapaszkodjam velem, mert ez különleges jó és nagyon emberi. Tehát itt nem levélváltásokkal, illetve átutalásokkal történik a, a jótékonysági rendezvény bevételének átadása, hanem személyesen. Mert a személyes kapcsolatnál meggyőződésem nincs jobb. Igen, köszönöm szépen Szerkeszt úr kérdését, hiszen most már a harmadszorra mondom a riportba, hogy elvi kérdések tömkelegét állítottam fel a kapcsolatban. kapcsolatba. Az egyik az pont ez, hogy személyesen is amennyire tudunk, vegyünk részt, győződjünk meg róla, hiszen számunkra is sokkal jobb élet közelében, amikor látjuk, hogy ott mi volt, és mi lesz belőle a mi segítségünk által, és esetleges egy későbbi segítségek tekintetében, vagy együttműködés tekintetében is föl tudjuk venni a kapcsolatot. És hát a Kárpátalja pont elég erősen alátámasztotta a szavaimat. Én először jártam Kárpátán, sajnos már nagyon régóta készültem, sose értem oda, így legalább mindenképp kimentem. És hát egyik oldalról sokkolt, amivel ott találkoztam, az a szegénység, az a, az, a, az, az elmaradottság, ami, ami van ahhoz képest, hogy a határ innen 10 km-rel a Rébit Magyarországon meg mennyivel mással minden. Másik oldalon meg lélekbe felemelő volt, hogy, hogy mész az úton, mész mindenfele civil betűs feliratok vannak, ukrán nyelvi feliratok vannak. De de, belépsz egy intézménybe, belépsz bárhova, magyarul szólnak hozzá, Beregszászon és magyar zászlót ott is találod. És ami külön érdekessége volt a túrának, úgy, ugyan, mint Erdélybe, ugyanúgy van Kárpátalján, és egy plusz egy órával vannak előrébb az órába. És, és, viszont érdekes, hogy mindenhol kettő óra van kint a falon általában. Egyik mutatja az ukrán időt, és a másik a magyar időt. És a kárpátai magyar lakta részeken mi úgy készültük, hogy az ukrán idő szerint, de mindenhol a magyar idő szerint élnek. Külön érdekessége volt a dolog, mert mindig le kellett egyeztetni, hogy ukrán vagy, vagy egy idő szerint megyünk, és onnét a kapcsolatból, és át is tudok kötni erre az évre rögtön, jött az, hogy több helyre elvittek, minket több helyet megmutattak nekünk, a, amikor az óvodának átadtuk a támogatást. Az óvoda még majd csak idén fogja felhasználni a támogatást, hiszen pont egy felújításban vannak, és gyakorlatilag a felújítás után a belső berendezéseire fogják fordítani ezt az összeget, ezt pont pár napja erősítették meg. És voltunk egy idősek otthonában, amit a Református Egyház gondnoka működtet, Nagy Béla úr, és egész egyszerűen találkoztunk mindenhol azzal, hogy az ukrán államra sehol nem számíthatnak, nulla forintot adnak. Az önkormányzatoknak semmi plusz forrása nincsen, úgy, mint nálunk Magyarországon, hogy saját források azért akadnak, főleg a városokba, ott nincs semmi. Ott Nagy Béla úr, én úgy mondtam, hogy nem megbentve egyik úriembert se, hogy ő a kárpátai bőjta atya, hiszen hihetetlen munkát végez száz településnek a, a, gondok a református egyházon keresztül, és ő maga hozta, álmodta meg egy lepukkant ezt az idősek otthonát. Hát olyan magyar eh, idős emberek vannak, akiknek az ellátása reménytelen más esetben, és voltunk abban az otthonban, és láttuk, hogy, hogy, igenis ezt a munkát is kell segítenünk, ezért az idei egyik kedvezményezett az ottani Beregszász idősek otthona. Lett. Na, és a következő pedig Bőzödói falusi összetartozás temploma. Nyilván nagyon sokan látták már én magam az elmúlt esztendőben az elárasztott falut, Bőzödói falut, ami Éllaka és Erdőszentgyörgy között van és szörnyű látvány, meg kell, hogy mondjam. Honnét jött a gondolat, hogy anyagi támogatást nyújtson ez a rendezvény a templom újjáépítésére. Több fronton ajánlottak nekünk ugye kedvezményezeteket, tehát kaptunk mi is a báli Bálirészőt, a is javaslatot, és azért is várunk ki vele szinte mindig az utolsó pillanatig, mert hát, ha sajnos történik olyan esemény, ami miatt akkor rá kell fókuszálnunk erre az eseményre, vagy lesz olyan információ, amire azt mondjuk, hogy most ezt vegyük előre ebbe az évbe. A Bözödújfalusi templom az pont ilyen volt, és hát már a neve is gyönyörű lesz, hiszen a Bözödújfalusi összetart tozás templomának a javára fogunk gyűjteni. Ugye az előzményekről, aki esetleg nem tudja, a Ceausescu érában ez volt az a falu, amit elárasztottak vízzel, és az egész falu összes háza elpusztult, csak a templom emelkedett ki a vízből. Évekig ez volt a mementója, úgymond az emlékeztetője, hogy mi történt ebbe a kommunista diktatúrába ott. És 2014-ben egy vihar ledöntötte még ezt a maradék tornyot is, ami látható volt, és nem régiben kezdődött egy összefogás, és januárban kaptam el egy ilyen Cikket, hogy a bizonyos romániai erdélyi települések adományt adnak a templom újjáépítésére, és akkor utána jártam erre, közigazgatásilag erdőszentgyőgyhöz tartozik, felvettem ezek a kapcsolatot, és kiderült, hogy évvégén 50, amikor én beszéltem velük, már 60 a a pénzügyi forrásoknak rendelkezésre állt az újjáépítéshez, és ezért gondoltam, hogy ez egy remek ötlet, arra, remek gondolat arra, hogy, hogy mi is Székelybál a fölhívjuk erre a figyelmét, mert nem biztos, hogy csak az a pár ezer forint, amit a Székelybából tudunk majd adni a templomhoz, az lesz egy, 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 egy tégla, egy egy segítség, hanem az a hírverés, ami ezáltal ezt az akciót a köztudatba be tudja rakni, és lehet, hogy messzebbről is segítenek. Ez az elv a jó szándék. Igen? Mint ahogy elv az is, hogy Székesfehérvár is kapcsolódjék. Itt most az általános és középiskolások könyveket vásárolhatnak, mégpedig olyan könyveket, amelyek Erdély történetét, illetve a trianoni történéseket, hiszen ne feledjük, hogy rövidesen két esztendő múlva a száz éves évfordulóra emlékezünk. Ez is egy remek gondolat. Igen, tehát hogy a Fehérvár javára hogy hasznosult, hogy minél több ember eljusson. Erre az ötletünk támadt, hogy a Fehérvári általános és középiskolák tekintetében, ahol könyvtárak vannak, a rendelkezésre álló összegekből veszünk Trianonnal, Erdélye, Székelyfölddel kapcsolatos könyveket, és így bárki, egy nagyon szép albumokat, ugye, mert a maga könyvtáraknak a utánpótlását nagyjából adományokból tudják ők is fenntartani, kapnak innét, onnét, amonét. Mi célzottan erre a területre mennénk, hogy ilyen könyveket vásároljunk szép albumokat, amiket nem biztos, hogy a könyvtárnak ebben a pillanatban rendelkezésre áll, és így mindenki számára hozzáférhető válik, és azért is nagyon fontos, ha székelybáró beszélünk, hogy Székelyföldet ilyen értelme népszerűsítsük, Trianon által, Trian könyvek által az egész Kárpát-medencét, és amit szerkesztő mondott, tökéletesen közel volt a gondolatunk ahhoz is, hogy közeledik sajnos ennek a... 1920-as gyalázatnak a, az évfordulja, hiszen a világon nincs még egy ország, amely, amivel így elbántak, mint velünk a magyarokkal, hiszen nem csak a területünk kétharmadát, a lakosságunk kétharmadát vesztettük el, hanem a, 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 az iparunkat, a pénzünket, az ország vagyonát kifosztották, Én... és nagyon fontos erre, hogy a figyelmet, hogy mi történt velük. Ez is egyfajta válasz a román ünnepre tetszik, nem tetszik Igen. nekik. A, a fellépők mindig reprezentálják egy, -egy ilyen, bár, egy ilyen esemény rangját. Én azt gondolom, hogy nincs okunk panaszra, eddig sem volt, most azonban ugyanúgy kivételesen uh, fantasztikus, tehát erdélyi, délvidéki, felvidéki uh, csapat, és persze Székesfehérváriak is, hiszen az így van rendjén. Azért nem mondom, hogy egészben, mert hogy nagyon sok fellépő van, de azért említsük meg a műsorvezetőt, a művészeti vezetőt, és azt hiszem, hogy a, a beregszászi Olgák keresztül, aki egy fantasztikus előadó művész, nagyszerű lesz. Hogy sikerült megnyerni például Beres Istvánt? Uh... Véletle hozta az Istvánt is, hiszen édesapját ismerik szint a tévénőzők, szerintem mindenki a Berec András mesemondóról beszélünk, az ő fiáról. És ő nagyon elkötelezett, ő, ő ugye Magyarországon született, az István, nagyon magyar, de rendkívül elkötelezett a székely dolgok iránt, hiszen ő is különböző díjazása is már a Bunai Táncegyüttesnek az vezetője. Tehát gyakorlatilag a budapesti székelybál tekintetében jött a kapcsolat, hiszen ott műsorvezető már idén is és tavaly is ez volt, és valami fantasztikus módon vitte a bálnak, a pesti székelybálnak a műsorát, ezért gondoltuk, hogy akkor hogy nézzük meg őt is. Így víve, tovább víve Budapestre is egy kicsit a székesfehérvár székelybál hírét is, hiszen óhatatlan és ő Pesten él és tevékenykedik, azért, és rengeteg emberrel megfordul, megtalálkozik, és hozzáteszem, hogy Tusnát fürdön, Tusványoson, azért, ahogy ott szokás, azért jó kis csiki pálinkák mellett, meg csiki sör mellett személyesen is beszélgettünk erről, hogy jönne szívesen Székesfehérvár, úgyhogy személyes kapcsolat vele is volt már is. Érdeklődéssel kértem várom. És akkor egy rövid felsorolást hadd mondjak én. A Mat Fruzsi a versőnep tavalyi győztese, kedves nézőink, Trenka Máté, egy kiváló táncos a a Művészeti Iskolából, aztán Zabos Regina Fehérvári, uh, Fehérvár hangja győztese, aki egyébként délvidéki származású felvidékről, lesz a Nitra Nagykéri Mórinca néptánc együttes, jön Kárpátaljáról egy egészen kiváló a Kovács család és a Borzavári népi együttes, illetve György, ahogy említettük, Bözöd új falu szomszédja, oda tartozik falu, és természetesen Szent Egyházáról is érkeznek, hiszen az, az a te települése. Hogy hát igen, amikor szoktam mondani, hogy azt szokták mondani a Szent Egyházéjak, hogy itt hol vagy megint, hát már annyira megszokták, hogy ott vagyok, és a gyerek jön egy pici is csokoron. Itt. No, akkor viszont beszéljünk a támogatójegyekről, hiszen az, hogy tisztességes összeg erre a nemes célra, kellenek támogatójegyek, és kellenek vásárlók, és beszéljünk erről. Hogy juthatnak hozzá mennyiért? Igen, hétköznap, hétfőtől pénteki 8-16 tól 16 óráig a a proházkodó 67 szám alatt lehet megvásárolni, mint a báli belépőjegyeket, mint a támogatójegyeket. Ugye a báli belépőjegyek az 12.900-21.900 forint között mozognak, attól függ, hogy melyik kategóriájában vannak a teremben, illetve az ellátásban tettünk különbséget. Hozzáteszem, hogy a nagyon minőségi, nagyon emelkedett a bál, és nagyon drága ennek a költségvetése hogy az alsó jegyár még mindig önköltségi ár alatt van szinte, és ezért is, amit szerkesztő úr mondott, nagyon jól mondta, hogy a támogatói jegyek, vagy esetleges tombolavásárlásokkal mind-mind lehet azt az összeget növelni, amivel a, a kedvezményezettek felé fogunk jutni. És idén úgy döntöttünk, hogy a három kedvezményezett tekintetében akár címkézni is lehet, tehát egyszer lesznek a bálnak a, a nyeressége, magának az estének a nyeresége, az egyenes három három fog ö, osztódni, és ehhez viszont a támogató jegyek úgy fognak hozzájönni, hogy aki ezzel üzletből vásárol, megcímkézheti, hogy melyik támogatási célra szeretné adni, melyik áll közel az ő szívéhez, és mi ahhoz fogjuk hozzá pluszolni, azt a kalapot fogja növelni. Természetesen, ha valaki azt szeretné, hogy mind a háromnak ugyanúgy egyformájusson, akkor három egyfelől is megveheti, és azt gondolom, hogy ez is egy újdonság, de mindenképp jó, hiszen egy lélektani impulzusra is hatunk ezzel. Történjék elten. így. Nos, én azt ígérhetem a nézőinknek is, és a szervezőknek is, hogy először is természetesen ott vagyunk, mint minden esztendőben köszönjük a szervezőknek. Én azt mondom, hogy minden székes Fejérvári nevében, hogy ezt a, a remek ünnepet, ezt a kivételes Kárpát-medence magyarság ünnepét megrendezi évről évre. Ígérem, hogy ott leszünk, és buzdítom a nézőinket, hogy képviseltessék magukat, jó célra megy, jó történet, és azt hiszem, hogy ennek a missziónak soha nem lehet vége, illetve csak jó vége lehet évről évre. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm szépen, én is. Kedves nézőink az esti mérleget látták, témánk pedig a harmadik székesfehérvári székelybá volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!